Új fejlemény a pécsi malaclopási ügyben, hogy a megvádolt képviselő bejelentette, megtette a szükséges jogi lépéseket a Hír TV úgynevezett disznóságaival szemben, vagyis a bíróságon szerezne érvényt saját igazának, miszerint az országos médium alaptalanul rágalmazta és keverte bele ebbe az ügybe. Hát az ügyvédelemmel tárgyaltam, és kezdeveztük a peres eljárást. Jövő héten kell felmenni Budapestről a bíróságra majd ez ügyben. Fürd Csaba ragaszkodik a botrány kirobbanása óta hangoztatott véleményéhez. Az a háttere, hogy engem a kampány során meg kellett besározni. Tehát ugye én úgy gondolom, hogy egy kampányban sok minden belefér, de egy bizonyos szint alá én nem szeretnék lemenni. Tehát úgy gondolom, hogy ezért tettem jogi útra is, pontosan ez miatt, mert úgy gondoltam, hogy oké, hogy kampány, de azért van egy határ. Ez az a térfigyelő kamerafelvétel, ami rögzítette a két közterületi rendész beszélgetését a malaclopásról, és a képviselőt említik a malac eltűnésével kapcsolatban. A Pécs Aktuál jelentette meg a felvételt. Erről a bizonyítékról is kérdeztük a képviselőt. Az, ami kikerült videófelvétel, szerintem az elve vissza és kép és hangfelvétele. Szerintem az valami szinten meg fog majd állni, az is majd bíróság előtt, még nem tudom. Mert ugye az egy belső kamera, bárki bármit mondjon, az nem egy közterületi kamera volt. Ez olyan, mint hogy valaki a bankba a belső biztonsági kamerát képét kiadja a hanggal együtt a sajtónak, ami szerintem biztos, hogy jogilag aggályos. Az, ami a fejtelen van, ami elhangzik, ugye az ki van emelve a szövegkörnyezetéből, és én úgy gondolom, hogy az, hogy két ember magánbeszélgetésében egy ilyen elhangzik, és az valaki úgy tálalja, tehát másképpen tálalja, mint ahogy azt elhangzott, az azt szerint hiszem, hogy az a mai világban az elfogadható. Közben a Pécs Aktuál megtudta, hogy a rendőrség nyomozást rendelt el a malac eltűnése miatt. Ezt az iratot kapták a hatóságtól. Az ügy közben tovább bonyolódik. A legfrissebb információk szerint a malaclopást magára vállalta az egyik rendész. A Népszava ír erről, illetve egy riportot közölnek, amiben bevallja a közterületi dolgozó, hogy ő hízlalta fel, majd vitte haza és ölte le az állatot. A politikus ártatlan az ügyben. Azonban a baloldali Népszava információit kétséggel fogadta a jobboldali képviselő Hári József. Szerinte csak bevédik a lopással vádolt politikust, majd a rendőrség kinyomozza, mi történt, véli Hári József. Mint ismert, tavaly ősszel Nagy Árpádnál fogtak be a rendőrök segítségével a közterületesek egy elkóborolt malacot. A füléből hiányzott az azonosításra vonatkozó biléta, ezért a város befogott kóbor állatok befogadására kialakított telephelyére szállították, amit egy 140 kilósra felhízalt állat innen tűnt el nyomtalanul. Az ebrendészek szerint Fürd Csaba vitte el, ahogy a videón hallható, jelent meg a Pécs Aktuálon a botrány kirobbanásakor.